Elmót a Győr Plusz Mancsok második kutyusaként mutattuk be a győrplusz.hu-n és a Facebook oldalunkon kedves olvasóinknak február 27-én. Bár az első ebb az 5 éves Bogi még mindig gazdára várt, Elmóért már egyetlen nap után jelentkeztek. Horváth Patrícia, a győri állatmenhely egyik gondozója elmondta, a gazdi azonnal beleszeretett a kicsi Elmóba. Bejelentkezett egy úriember, aki mondta, hogy ő teljes szerelembe esett, tehát neki nem kell senki más, csak az Elmó. Tehát amikor ő meglátta nálatok, ő úgy gondolta, hogy ő lesz az ideális társa az élete végéig. Mi ennek nagyon örültünk, főleg azért, mivel tényleg ő az első nagy sikere a Győr Plusznak, reméljük ez továbbra is folytatódik. Elmó Győrszentivára került egy családi ház udvarára, ahol kedvére játszhat, szaladgálhat. Bella Ferenc és párja, Sőregi Mária fogadták őt örökben március 4-én, mi pedig egy héttel később meglátogattuk őket. Megható pillanatokban volt része a Győr Plusz média munkatársainak. A kis Elmó nem csak hogy hatalmasat nőtt a legutóbbi menhelyi találkozás óta, de szemmel láthatóan felszabadult és boldog volt. Jól érezte magát új otthonában, és a gazdik is nagyon örültek neki. Vele lett teljes a család. Mondom, bemegyek, megnézem, hát aztán a megnézésből hazahozatal lett. Mert mondtam, kérdeztem, mondom, szeretném megcsinálni, de egy-két dolgot még mielőtt elhozom. Aztán mondták, hogy egy-két hétig körülbelül még maradhat. Már a foglalás után, ugye. De aztán nem igazán bírtam kivárni a két hetet, ha hazahoztuk. Aztán most itt van, nődögél, cseperedik, mint a húznák. Aranyos, játékos. Első nap kitettem az autóból, azonnal telepföldelítés, mindenfele mehetett. Úgyhogy valószínű, hogy örömünket lehet vele továbbiakban is. A Győr Plusz Mancsok Vigyél Haza nevű rovat február 2-án indult el a győrplusz.hu-n az ónémet juhászkutyára hajazó Bogival, aki még mindig gazdára vár. Ám az őt követő Elmó meghozta a Mancsok első sikerét, így azóta újabb kutyát ismerhettek meg az olvasók, a szákásszőrű tacskót, Fűszert. Hétfőn kaptuk a hírt, hogy hamarosan ő is gazdihoz költözik. A Győr Plusz Mancsok megálmodója nagyon örül a sikernek. Nagyon boldogok vagyunk, hogy örökbe fogadták az első Győr Plusz Mancsok kutyust, Elmót, és igazából végre kilátogattunk hozzá, és megnéztük az új otthonában. Amint beléptünk a kapun, már is láttuk, hogy mennyire felszabadult, mennyire jól érzi magát, és ennél nem is kell szerintem több, és már is látom, hogy volt értelme elindítani a Győr Plusz Mancsok Vigyél Haza rovatunkat, és nagyon szeretnék még sok-sok kutyát ennyire boldognak és felszabadultnak látni az új otthonában. Örülünk, hogy Elmóra rámosolygott a szerencse, majd Fűszerre is, de a gyönyörű Bogi még mindig várja, hogy valaki meglássa benne a hűséges társat. Róla bővebben a győrplusz.hu-n a Győr Plusz Mancsok fül alatt olvashatnak. Reméljük, hogy a Győr Plusz média még rengeteg állatnak segíthet otthonra találni.